A gombák az állatok és a növények mellett az élővilág harmadik legnépesebb országát alkotják, egyes alapvető tulajdonságaikban a növényekre, másokban pedig az állatokra hasonlítanak, de összességükben sajátos, egyedi szerveződésű élőlények. A mikológusok véleménye megoszlik a gombafajok számát illetően. Becslések szerint a Földön jelenleg 1,5 millió gombafaj lehet. Tudományosan is leírt fajok száma 70 000, ebből megközelítőleg 30 ezer az úgynevezett nagy gomba. Azokat a gombákat, amelyek szabad szemmel is jól láthatók, legalább 4 mm nagyságúak, nagy gombáknak nevezzük. A nagy gombák közül kerülnek ki a finom ehető és a leggyakoribb mérgezéseket okozó gombák. A Zempléni Gombász Egyesület gombatúráin, kirándulásain elsősorban Zemplén gombavilágának jellegzetességeit ismerhetjük meg. Az egyesületi tagok jól tudják, hogyan gyűjtsék helyesen a gombákat. Már az erdőben is figyelnek arra, hogy határozásra, kiállításra vagy evésre szánják a példányokat. A tapasztalt gombászok segítségével ismerkedjünk hát meg a gombagyűjtés szabályaival. Már a gyűjtés előtt érdemes tájékozódni, hogy a gombázásra kijelölt hely, erdőterület állami erdője vagy magántulajdonos birtokában van. Ez utóbbi esetben a tulajdonos engedélyét kell kérni már akkor is, ha csak egy kellemes erdei sétára mennénk, és főképpen, ha saját célra szeretnénk gombát gyűjteni. Állami erdő esetében kétféle szabály érvényes. Saját célra 2 kg-ig bárki gyűjthet gombát, természetesen csak a nem védett fajokat. Ám ha tovább értékesítésre, eladásra szánjuk az erdő egy gyümölcsét, akkor az már engedélyköteles. Az Északerdő ZRT hegyközi erdészeti igazgatósága az értékesítés céljából gyűjtőknek heti jegyet árul. Ezzel beazonosítható a gomba származása, és könnyebben követhető, merre járnak a gyűjtők. Kettő fogalmat kellene tisztázni, ugye a magánerdőbe történő gombagyűjtést, illetve az állami erdőbe történő gombagyűjtést. A magánerdőben történő gombagyűjtés, ez mindenféleképpen a magántulajdonosnak az engedélye szükséges, ez legyen akár saját célra gyűjtött gomba, akár kereskedelmi célra gyűjtött gomba. Az állami erdővel kapcsolatban úgy fogalmaz a törvény, hogy 2 kg per fő per nap mennyiségig el kell viselnünk, el kell tűrnünk a gombának a gyűjtését, ez csak saját célra gyűjthető. Amennyiben nagyobb mennyiséget kíván valaki gyűjteni akár saját célra, akár kisebb mennyiséget kereskedelmi célra, ez engedélyköteles tevékenység. Ez a gyűjtési engedély egyébként egy hétre szól, és 500 forint bruttó árért lehet megváltani. Ezen fenn vannak tüntetve egyébként az erdőrészletek, illetve az a térkép melléklet, ami alapján a gombagyűjtő látja azt, hogy hova nem szabad menni gombát gyűjteni. Ez nekik nagyon jó, én úgy gondolom, mivel a természetvédelmi őrök is ezt nagyon szigorúan ellenőrzik a gombagyűjtésnek a szabályozását, és ennek az engedélynek a birtokában háboríthatatlanul gyűjtheti a magánszemély a gombát. Nem mindegy tehát, hogy hol szedünk gombát. Saját érdekünk is azt kívánja, alaposan gondoljuk át, hogy gyűjtjük össze azt a gombát, ami végül a fazekunkba kerül. Szennyezettségük miatt kerülendők a nagyobb ipari létesítmények, a forgalmas utak, autópályák környéke. A tiltott erdőterületeket kerüljük tehát el. A természetvédelmi területen időlegesen is lehet gombázási tilalom, ahogyan az állami erdőkben is lehet olyan időszak, például a vadászati idény, hogy szintén lehet gombázási tilalom. Ahol a jogszabály vagy a jogszerű használó megengedi, gyűjthető gomba. Védett területeken a gyűjtés korlátozott, általában a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Minden olyan faj gyűjthető, amelyik nem esik gyűjtési tilalom alá. 2005-től 35 gombafaj áll a védett gombák listáján, többségük valóban ritka, nem ehető faj. A másik fontos kérdés a gombagyűjtésnek a hogyanja. A Zempléni Gombász Egyesület Herceg-Kuti kiállítása előtt kosarakkal felszerelkezett túrázókkal találkoztunk.
A tapasztalt gombázók jól tudják a gyűjtés első szabályát. A gombagyűjtéshez mindig kosarat és sohasem nejlon zacskót használjunk. A gombák termőtestei a műanyag zacskóban ugyanis befüllednek, ezáltal könnyen romlanak, továbbá összetörhetnek és felismerhetetlenné válnak a példányok. A túra előtt még a tapasztalt gombázók is megbeszélik, milyen célból, hogyan gyűjtik a gombákat. Azt nagyon jól tettétek, és örülök, hogy veszőkosarakat látok, ugyanis a gombagyűjtésnek ugye az egyik legfontosabb szabálya, hogyha elindulunk, akkor kosarakkal induljunk, hogy a gombának megfelelő helye legyen, tere legyen, ne törődjön össze, illetve szellős kosárba gyűjtsük, mivel egy nagyon romlékony, gyorsan romló élelmiszer alapanyagról van szó, ezért fontos, hogy levegőzni tudjon. Másik nagyon fontos szempont az erdőben a gyűjtéskor, hogy fogyasztással csak azokat a gombákat gyűjtsük, amiről 100%-osan tudjuk, hogy az fogyasztásra alkalmas. Tehát ha valamiben bizonytalanok vagyunk, akkor azt már nem a fogyasztásra szánt gombák közé tesszük. Tehát kétfelé gyűjtjük a gombát, egyrészt amit fogyasztásra szedünk, az mehet a kosárba, és kell egy másik edény, egy papírzacskó mondjuk, vagy szatyor, erre a legalkalmasabb, amit majd kiállítási anyagra szánunk, vagy pedig amikor egyénileg megyünk túrázni, akkor szakellenőrre szeretnénk meghatároztatni, hogy tudjuk legközelebb, hogy az milyen gomba. És hogyha esetleg ehető, akkor azt is besorolhatjuk majd a gyűjtendő gombák közé. Fogyasztásra szánt gombáknál is azért mindig, amikor megtaláljuk, az egész gombatestet kell megnézni, tehát nem csak a kalapja tetejét és úgy ránézése, hogy milyen a gombának a formája, a habitusa, hanem feltétlenül ugye megfordítjuk, és a termőréteget is megnézzük, mert sokszor az csalóka. A termőréteg, hogy milyen típusú, illetve milyen színű a termőrétege, és ugye egész gombát emelünk ki, egy kicsit kibontogatjuk az avart a tönk tövénél, mert fontos határozó bélyeg lehet a tönknek a töve, illetve hogy ott van-e bocskor vagy nincs bocskor, és óvatos csavarással emeljük ki az egész gomba testet, és utána határozzuk meg. Ha fogyasztásra szánunk gombát, mondjuk az őzláb gombát, azt lehet úgy gyűjteni, ahogy általában szokták, hogy levágjuk a kalapját, és nem az egész tönköt, felesleges, mert az mással nem igazán összekeverhető, viszont az egyéb gombáknál ne csak a kalapját vágjuk le, és úgy hozzuk el, és úgy mutassuk meg a szakellenőrnek, mert fontos határozó bélyegek maradhatnak le. Amit eleve tudunk, hogy nem étkezésre és szánunk, és nem ehető gomba, azt pedig hagyjuk a termőhelyén, ne rúgjuk föl, mert fontos szerepe van az erdőben, az erdő életközösségében, tehát hagyjuk ott, szaporodjon, megvan a dolga, megvan a szerepe a természetben. Tehát az ehető mérgező gombákat. Ugyanakkor, hogyha fogyasztásra szánunk gombát, akkor túl fiatal, illetve idős gombát ne szedjünk le. A túl fiatal gombák ugye nehezen határozhatók, mert egy teljes burokban lévő gombából még sok minden lehet, illetve az idősáknál pedig eleve már fogyasztása az alkalmatlan, még ha ehető is, és hagyjuk ott, szórja a spóráját és szaporodni tudjon. Ha tudjuk egy gombáról, hogy védett, vagy ritkán látjuk, és kimélésre szorul, akkor meg természetesen, hogy a helyén hagyjuk, akkor lefényképezzük, meghatározzuk, odahívjuk a többieket, örülünk neki, dokumentáljuk, és ott hagyjuk a helyén. Ahogy kiemeltük a gombát a helyéről, akkor figyeljünk arra, hogy takarjuk vissza a helyét, avarral szépen takarjuk vissza, hogy ne sérüljön a micéliumhálózat, illetve ne száradjon ki, és akkor legközelebb ugyanezeket a termőhelyeket megint meg lehet keresni. Ugyanúgy, ahogy a fántermő gombáknál, például a laskagombánál, megjegyezzük, hogy na, ezen a kidőlt fán laskagomba volt,
egy fél év múlva, vagy következő év múlva újra ki lehet menni ugyanahhoz a fához, és meg lehet nézni, hogy megfelelőek voltak-e a körülmények, és megjelente a gomba rajta. Még egy fontos dolog, hogy sokan azért vágják csak a kalapját, hogy tisztán vigyék haza a gombát. Ez helyes, mármint az, hogy tisztán vigyék haza a gombát, az nem, hogy csak a kalapját vágják. Tehát az egész termőtestet emeljük ki, és akkor úgy tisztogassuk meg, akkor már egy picit, ha meghatároztuk, a tönkjét le lehet kapargatni, ugye az avart, a szennyeződés, vagy a kalapját is letörölgetni, hogy a többi gombát ne szennyezzük össze, tehát otthon már ne kelljen folyóvízben, vagy egyáltalán vízben mosni, mert nagyon sok gombát felesleges is mosogatni, elég egy kis kefével megtörölgetni, lekefélgetni a szennyeződés róla. Ha nagyon muszáj, akkor esetleg folyóvízzel, de mindenképpen kerüljük el az állóvízben való mosást, ízét, aromáját öntjük ki a mosóvízzel együtt. Fontos tudni még, mindig csak olyan gombát gyűjtsünk, amelyet már mint étkezési gombát is jól ismerünk. Gyűjtsünk mindig szakszerűen, azaz a gombák termőtestét gondosan válasszuk el a talajtól. A gondos gombagyűjtő azonban nem hagy maga után semmi nyomot, az erdő tiszta marad mögötte. A begyűjtött gombákat legcélszerűbb már az erdőben, a rátapadó talajtól, levelektől megtisztítani. A nagyon fiatal vagy öreg gombák, továbbá a kukacos, rágott, penészes, ázott vagy fagyott példányok étkezési szempontból értéktelenek, hagyjuk őket helyükön. Az ismeretlen gombákat határozásra csupán 2-3 példányban gyűjtsük. Elővigyázatosan húzzuk ki a talajból, ne tisztogassuk, és lehetőség szerint a lelőhely jellemzőit is jegyezzük fel. Ezeket a határozandó gombafajokat a többitől elkülönítve gyűjtsük. A ritka vagy kipusztulóban lévő gombafajokat feltétlenül kéméljük. Elegendő, ha lefényképezzük őket. A gombaszakértői ellenőrzést vegyük komolyan. Csak a kifogástalanul ellenőrzött vagy meghatározott gomba véd meg a gombamérgezéstől. Fontos szempont még a következő is. Idegen tájakon és országokban legyünk óvatosak a gombák étkezési célra való gyűjtésében. Itt ugyanis gyakran olyan fajok nőnek, amelyek meglehetősen hasonlítanak a mi hazai gyűjtési körzetünkben található fajokhoz, de mérgezőek. A tapasztalt gombagyűjtő tudja, hogy a galambgombákon, a vargányán, az ízletes rizikén és a nagy üzdálgombán kívül soha se ízlelgessük, kóstolgassuk nyersen a gombát. Egyetlen kóstolási próba is súlyos mérgezéshez, a gyilkos galóca halálhoz vezethet. Amikor meggyőződtünk róla, hogy csak az ehető gombák kerülnek az asztalunkra, a feldolgozásnál sem árt az óvatosság. A gombás ételek nagyon finomak, természetes, hogy szívesen tartósítjuk el őket télire. Gyűjtés után maximum egy napig tároljuk a friss gombát. Ha elkészítjük, akkor pedig még egy napot rá lehet számolni, tehát maximum 2 nap, ami fogyasztani lehet a gombát. Alapos tisztítás után apró darabokra vágva, mivel hogy egy nehezen emészthető élelmiszerről van szó, ezért célszerű apróra vágni, hogy ezáltal is már a felszívódást
elindítjuk, segítjük ezzel. És vigyázni kell természetesen, hogy túl sok gombát ne együnk egyszerre, mert egy nehéz étel, kitin tartalmaz, ami eleve az emberi szervezet nem tud emészteni, feldolgozni. Kicsi gyerekeknek, illetve időseknek szintén mértékkel, vagy betege felnőtteknek, embereknek pedig egyáltalán ne adjunk gombát. Gombás ételek fogyasztása után fellépő rosszulléták nem feltétlenül jelentenek gombamérgezést. A panaszok jelenthetnek túlterhelést, gyomor- és bélhurutot, az arra érzékenyeknél epegörcsöt, egyes esetekben allergiás tüneteket. Előfordult már az, hogy gyilkosgalócát kellett kiszednem nem is egy darabot egy gyűjtésből, és hát előfordult olyan eset is, hogy telefonon hívtak föl, hogy uram, én gyilkosgalócát ettem, azt hiszem. És mondom, gyorsan rohanás az orvoshoz. Itt állok a megyei kórház előtt a kocsival, de szeretném megúszni a gyomormosást, ezért szeretném elmondani, hogy milyen volt az a gomba, és akkor így bonyolódott tovább a dolog. Szerencsére nagy őzlábgombát evett, amit megmutathatnám a nagy őzlábgombát itt közben? Igen. Itt van. Ez a nagy őzlábgomba. És ezt gondolta ő annak a gyilkos valócának. Uh-huh. Hát valami elképesztő egy gombaszak ellenőr számára, hogy az emberek mennyire tájékozatlanok, ami nem lenne baj, de ha tájékozatlan, akkor hagyja békén ezt a gombát. A piacfelügyelők azok hétközben végzik ugyanezt a tevékenységet. Kisebb-nagyobb tételek akkor is előfordulnak, de az igazi nagy túrák után a hétvégén hozták, főleg akkor, amikor egy csapadékosabb időszak volt. Ilyen volt a 97, pont azért emlékszem rá, mert akkor végeztem, és így fejest ugorhattam a szakmába, és hát akkor nagyon-nagyon sok gomba volt abban az évben. Hogy mi kerül a kosarakba, az mindig attól függ, hogy milyen az idő, meg hogy éppen milyen gombák teremnek, de rendkívül sokféle gomba, és hát elég sok az olyan ember, aki felelőtlenül megy ki az erdőbe, abszolút minden tudás nélkül, ezen egy kicsit változtatni kéne. Tehát egy alapfokú, gyerekkorban kéne egy alapfokú ismeretet, hogy legalább a legmérgezőbb gombákat ne szedjék össze, mert ez nagyon fontos lenne. Nem volna ennyi mérgezés. Volt-e látóterében gombamérgezés, vagy azért hál' Istennek inkább a gyomorrontás és a nem... Ugye minden évben előfordul sajnos galócamérgezés, ezt mondtam a felelőtlenség miatt pontosan, hogy a galócamérgezések olyan embereknél fordul elő, aki esetleg már évtizedek óta gyűjti a gombát, és mégis becsúszik, mert nem ismeri fel, mert nem a tipikus példány kerül elő. Előfordul. Hát két éve pontosan egy idősek otthonába fordult elő egy olyan gombamérgezés, ahol egy alkalmazott vitte be a gombát, főzött pörköltet a kolléganőinek, és ő neki kellett máját ültetést végezni, a többiek kisebb dializálás után megúsztak. A valódi gombamérgezések tünetei az elfogyasztott gombafaj toxin tartalma szerint néhány perctől több óráig terjedően lépnek fel. Amennyiben az első tünetek jelentkezésekor gombamérgezés gyanúja felmerül, rögtön orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig elsősegélyben kell részesíteni a mérgezett szemét, a beteget észlelő köteles tudásának megfelelő mértékű beavatkozást adni, ami életmentő lehet. Ezért fontos, hogy az elsősegélynyújtó határozott fellépésű legyen. Első lépés a beteg hánytatása. A mérgezést okozó gomba maradékát érdemes ilyenkor eltenni, segítheti a gyógyítást. A legfontosabb, hogy az elfogyasztott gomba kikerüljön az emberből. A segítőnek tehát a határozott fellépésén és az orvosi segítséghíváson túl ebben lehet szerepe. Biztos faismeret, körültekintő gyűjtés, megfelelő feldolgozás. A szabályok betartásával valóban finom ételek kerülhetnek az asztalra gombából. Az erdőhúsa nem pótolja az állati fehérjéket, de az illatos fűszernél sokkal többet jelentenek. Ha megvan a megfelelő recept, már csak a hozzáillő bort kell megtalálni mellé. Jó étvágyat kívánunk!